Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Kozmikus üzenetek december 3-ára. Ezek a felvételek nem naponta jelennek meg, hanem akkor, amikor látom azt a napi horoszkópon, most történik valami fontos, amit szeretnék közölni veletek, és a felvétel egy nappal előtte jelenik meg, úgyhogy fel tudtok készülni a következő napra, és most december 3-áról van szó. Vénusz bolygó és Plutó között van egy kellemetlen kapcsolat. Ez lehet, hogy valaki uralkodni akar fölötted, parancsolgat neked, ez lehet a munkahelyen, a családban, esetleg a párkapcsolatban. Itt van egy húzavona, kinek van igaza és kinek nem. Ez most így kellemetlen, ezt átélheted különböző életterületeken is. Viszont ami előnyös, hogy Vénusz bolygó gyorsan mozog, és elbúcsúzik ettől a kapcsolattól, tehát ez a feszültség most a napokban még érezhető, de utána megnyugszik a helyzet. 3-án a hold az indiai számítás szerint, és ez egy nagyon precíz számítás, a határon van a rák jegye és az oroszlán jegye között. Tehát napközben még a rák jegye hat, később ugye az esti órákban majd áttér az oroszlán jegyébe, és onnan hat. Amíg a hold a rák jegyében van, az jól hat ki a férfiakra, hiszen a hold a rák jegyében a víz elemében van, Mars bolygó, ami utal a férfiakra, az a Skorpión jegyében van, szintén a víz elemében, tehát itt megvan a harmónia. De később, amikor a hold majd úgy este felé áttér az oroszlán jegyében, fordul a helyzet, mert az kellemetlen lehet a férfiakra, az kiválthat nézeteltéréseket, vagy nyugtalanságot, viszont ez az esti órákban lévő hold energia jól hat ki ránk hölgyekre. Hiszen Vénusz bolygó az szimbolizál bennünket, nőket, és a mérleg jegyében van, ahol nagyon jól érzi magát, hiszen uralkodik a mérleg jegyen felett, és a hold akkor már az oroszlán jegyében van, a tűz elemében, és a mérleg jegye az a levegő eleme, és a tűz eleme és a levegő eleme barátságban állnak egymással, úgyhogy napközben van még feszültség nálunk hölgyeknél, este jobb lesz a hangulat, a férfiaknál pedig pontosan fordítva van. Mars bolygó szintén erős, hiszen a Skorpión jegye felett uralkodik, és kapcsolatban áll egy visszafele tekintő Jupiter bolygóval. Ez a kapcsolat kivált bizonytalanságokat a férfiaknál, egy bizonyos életterületen, és ez lehet a múlt, hiszen Jupiter visszafele tekint, és ez jelenti gyakran a múltat, ahol a férfiak igazságtalanságokat éltek át, és most megvan hozzá az erejük, hogy tisztázzák ezeket a dolgokat. Különösen úgy napközben, amikor a hold jól hat ki a férfiakra, az esti órákban az kicsit bizonytalanságot vagy feszültségeket vált akkor ki, esetleg újra igazságtalanságokat, nézeteltéréseket. Tehát napközben kellene ezeket a dolgokat rendezni, ahol a férfiak úgy érzik,
ebben a helyzetben igazságtalanság történt. Ez lehet egy bírósági ügy is, és mivel Jupiter bolygó visszafele tekint, ez fékezheti még az eseményeket, vagy valaki átvizsgál még valamit, visszatekint a múltba. Persze ez is lassítja az eseményeket. És ez volt a felvétel. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!